Több hónapja már, hogy a tolnai magház becsukta kapuit, azonban ez nem azt jelenti, hogy teljesen megszűnt a közösségi élet, ugyanis a magház munkatársai létrehozták a Virtuális Galéria című sorozatukat, amelyben a helyi alkotókat, amatőr művészeket, kreatív fiatalokat és munkásságukat mutatják be digitális formában. Igen, kitaláltunk erre egy akciót, úgy kereszteltük el, hogy Virtuális Galéria, és ennek keretében keressük a helyi fiatal alkotókat, illetve várjuk az ő jelentkezésüket is. Tőlük digitalizálva kérjük a kiállítási anyagot, tehát fotókon küldhetik be nekünk egy kis bemutatkozó szöveg kíséretében, amit aztán megosztunk a közösségi oldalainkon. Egy más módja ez a kiállításnak, és azt hiszem, hogy más a közönsége is, meg más az alkotókat is tudunk így bemutatni. Ugye ennek megvannak az előnyei is. A hátránya az, hogy ugye nem élőben látjuk a kiállítási darabokat, de az előnye az, hogy így olyan alkotók is megmutathatják magukat, akiknek még nem lenne például elég kiállítási anyaga ahhoz, hogy egy nagy kiállítóterembe mutassa meg a műveit, még nem rendelkezik annyi anyaggal, illetve nagyon sokan a fiatalok közül még bátortalanabbak, nem merik mondjuk megmutatni egy nagy kiállításon a munkásságukat. Az ő számukra ez egy nagyon jó alkalom, hogy bemutatkozhassanak, és amúgy is ők otthonosabban mozognak az online közegben és a közösségi média világában. A Virtuális Galériában hetente jelennek meg az újabbnál újabb alkotók művei. Ez most jelenleg úgy működik, hogy hetente egy alkotót mutatunk be, őneki tesszük közé a műveit, de volt már olyan hét is, amikor két alkotó jutott egy hétre, úgy érkeztek meg a művek, vagy olyan nagy volt a jelentkezés. Hát február hónapban a rajzművészeké volt a terep, ott három rajzalkotót mutattunk meg, mind helyiek voltak, közülük ketten a tolnai gimnáziumba járnak, és volt köztük egy 32 éves hölgy is, mindannyian rajzolnak, és itt meg tudtuk mutatni a rajzművészetnek egy új ágát is, mivel a két fiatal gimnazista diák, ők digitálisan is rajzolnak, sőt, szinte már jobban szeretnek digitálisan rajzolni, és ez mind a közönségnek egy új aspektusa ennek a művészeti ágnak, mint pedig az alkotók részéről is egy újdonság. Márciusban is már be tudtunk mutatni két újabb művészt, közülük az egyik a fotózással foglalkozik, ő Letenyei Eszter volt, és a legutóbbi hétvégén pedig Szántó Annának a rajzait tettük közzé. Van szerencsére jelentkező is, és ezt továbbra is várjuk a helyi fiatalok jelentkezését, aki megmutatná magát ilyen téren, illetve próbálunk az eddig ismerőtségi körben is keresgélni, akikről tudjuk, hogy valamilyen művészeti ágban alkotnak.